Szépen jó estét kívánok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a hashtag Bocskor. Igen, ezt a nevet kell mondanom, de egy rendhagyó adással jelentkezünk a mai napon. Szerintem ez viszonylag hamar kiderült, Gábor nincs itt, és elmondjuk mindjárt, hogy miért, de előbb csodálatos vendégeim, Ábel Anita, Tornocki Anita, Bárdosi Sanyi, Bárdosi Anita és Lakatos Anita. Lakatos Márk! Jól mondtam a neveteket, most mit kötöztök? Csak legyen mindenki Anita. Mindenki Anita. Az nem lehet. Felül nem lehet. Anita, figyelj csak. Jó, Aniták lesztek ma, én akkor ezt eldöntöttem. Na, rövid magyarázat a nézőknek. Lovász László vagyok, hashtag Bocskor Lovász Lászlóval. Ez egy új műsor itt az ATV-n. Kicsit több pénzből készülünk. Főleg Gáboron spóroltuk ezt meg, és hát Gábor elkapta a Covidot, ezt bizonyára sokan hallották, vagy olvasták, vagy a rádióban, amikor mi erről beszéltünk. Másodszor kapta el, 3 oltással, én nekem is 3 oltásom van, és egyszer se kaptam el. Ezért ülsz ebben a székben. Ennyi. Nekem csak ezt kellett megvárnom, hogy a... Igen, úgyhogy ennyi. De te sokkal fiatalabb vagy, mint a Gábor. Reméljük nézel minket! Gabi, reméljük nézel minket! Azt már elmondtad, hogy kevesebb érvezett műsor. Szebb vagy és fiatalabb, és ellenállóbb. Tehát ezt így 2 perce kezdődött a műsor, és tulajdonképpen már sikerült megalázni. És a hajad is jobb. Viszont ezzel a kis beköszöntővel a rádiós műsort is buktad. Abszolút. Abszolút, viszont mivel kitettétek hozzá megjegyzéseket, ezért szerintem 4-en össze tudtok annyi pénzt adni. Eltartunk. Jó, oké. Jó, messzire. Jó. Barátokkal jó együtt lenni. Anita, igen. Hát hallom, mi van, biztos te is láttad az Instán, hogy mennyasszony lettél. Hát gratulálunk. Ugye ti napra pontosan 4 éve voltatok akkor együtt, igen, amikor a párod eljegyzett, igen, téged. Ez, igen, azt jelenti, hogy akkor tulajdonképpen te 3 éve várod ezt a pillanatot. Nem feltétlenül, nem feltétlenül, tehát én már voltam házas, nem annyira voltam erre ráfűzve, erre a témára. Beszéltünk róla, hogy majd egyszer, ha úgy gondoljuk, és ő most gondolta úgy. Most gondolta ő? Igen. És te úgy gondolod? Igen. Na. Igen, igen. Az jó. Szerencsés eset egybeesett. Igen. Na, ilyen hashtagekkel osztottad meg, hogy hashtag igen, hashtag szerelem, hashtag évforduló, hashtag I said yes, tehát hogy igent mondtam, és hashtag love. Hogy mesélj már egy kicsit erről, hogy ez hogy alakult, ez olyan sielésen. Némi, és hogy nem... cinizmust érzek a hangodban. Nekem feleségem van. Nem izgul, hagyjam. Én most igen. Nagyon kedves vagyok. Nagyon, igen. Túlzottan. De nem, komolyan. Igen, tehát, az a gyanús. Hogy ugyanoda elmentetek, vagy évfordulóra sielni mentetek? Csak sielni mentünk, általában sielni megyünk az évfordulónkon, és van ezen a helyen egy olyan rész, ahol van 2 pad, ilyen indokolatlanul a hegy közepén van 2 pad, ahonnan látod az egész völgyet. A sípályán az praktikus középen. Sípálya mellett közvetlenül, és mondta, hogy keressük meg azt a 2 padot. Tehát mondta, hogy keressük, hát nem értettem. Tehát, hogy teljesen gyanútlan voltál. Persze. És akkor ott, hogy egy kicsit üljünk le napozni, meg nézzük meg a panorámát, meg mit tudom, jó. És odaértünk, ott ültek, mondtuk, hogy menjünk még egy kört, és akkor elkezdtek ott szedelődködni. Ne, maradjunk! Maradjunk. És akkor én ott pakolgattam, leraktam a síszemüveget, ott pakolgattam a kabátot, és visszafordulok, és ott térdel előttem. Elestél? Hívjam a mentőket, rendben! Elég egyértelmű volt, mert volt egy gyűrű a kezében. Tojás a reggelinél. Viszont, hogyha valaki nem tudja, hogy ez olyan ez a fotó, mintha épp most engedd el a lejtőn, nem? Igen. Szíjus! Igen. De nem, és nem is számítottál rá egyáltalán, abszolút, hogy ez történni nem fog? Abszolút nem, ráadásul egyből röndel mentünk, tehát én kizárt dolognak tartottam, hogy bármit előttem el tud titkolni. Hol volt hogy a gyűrű? A hátizsákjába, és valahogy én azt elkerülte a figyelmemet. Aha, és tetszik a gyűrű? Igen. Persze, hát nagyon szép.
Nem, tényleg, abszolút. Mit mondjon az ember? Nem, abszolút az én ízésem. Tudta, hogy ez a gyűrű tetszeni fog, mert ezt a gyűrűt valahol mutattam neki, mit a két év... Hogyha véletlenül abszolút nem ilyen gyűrű fazon, ezt valahol egyszer láttuk együtt, és megjegyezte. Két számmal nagyobb lett, mint az ujjam, úgyhogy most... Akkor még nőhetsz. Úgyhogy most éppen cserélés alatt van. De nem, ez sajnos szét kell tenni, de egyébként meg annyira örültem. Szóval, de szerintem itt mindenki. Te is kaptál gyűrűt? Sanyi, te is örültél? Én is. Jó van. Nagyon, én is nagyon. Mikor lesz az esküvő? Nem tudjuk pontosan, nem kapkodunk vele, meg nem lesz ilyen hetet hét országra szóló, hogy most azonnal el kell kezdeni szervezni, majd tehát akkor mi nem megyünk. De egyébként meg miért mennél a hetet hét országra szóló? Igen, ez ezt jelenti, hogy... Hetet hét országra szívesen megyek. Igen, de te ti 10 éve vagytok együtt, 10. házassági évfordulótok van idén. Egyébként én azon csodálkoztam, hogy itt nem volt semmi facni, tehát hogy beleejteni a pohárba, vagy nem tudom, eszed a, mit tudom, a kakaós csigát, és ó, mi ez is, jaj, gyűrű. De ne aki ismeri az Anitát, tehát hogy az az férfi, aki beleejti neki a gyűrűbe a pesgős, ott biztos egy nem lett volna a válasz, tehát aki egy kicsit ismeri. Gondolj már bele, hogy belerejti a deszertbe, plusz a fogszabályzó. Hát fennakad a gyűrű. Hát meg, mert érted, én biztos lehörpintem, és akkor másnap mit összekerestem volna? De Anitában ez nem fordul el, hogy lehörpinti a pesgős pohárból, hiszen azt félreteszi, és az üvegből iszi. Viszont Anitát ismerve hozhatta volna egy Bernáthegyi, ott előugorolhatott volna, nem? Igen, de hogy nem volt só körítve, hogy nálatok só volt, vagy nálatok ott volt? Nem, nálunk is ez volt. Te voltál só most. Nesze itt a gyűrűt, hello! Szoktam ilyeneket látni, volt az egyik szépségkirálynőnek a párja, úgy kérte meg, hogy nyiratta valami szántóföldbe, hogy marry me, és akkor fölvitte fölvitte egy sétarepülésre. Mi lehet ez? Mi lehet? Mi van odaírva? Igen, olyan kár, hogy nem tudok angolul. Igen. De ez akkor jó, hogyha nem tudsz repülőt bérelni, tudod, csak sétáltok ott a kizén, és akkor na vajon melyik betűnél járunk? Figyelj, 9 egyszerre fordulunk balra, szerintem ez az lesz, hogy Mary Me. Igen. Mi se számítok, hogy igaz, nem nagyon gyanús. Annyira. De ki az a Mary? Azt mondd meg! Én Kéti vagyok, igen. Na, Instagramtól nem távolodunk el, mindannyian instáztok, ti is onnan értesültök a szerephírekről. Hát, persze. Többnyire, igen. Illetve hát gyártjátok őket. Javarészt, még most úgy csinálsz, mint te nem raknál ki semmit. Hát az senkit nem érdekel. Hát jó, mert nem ismer senki, de azért próbálkozol. Hát azért. De Jolánt most már ismerik nagyon sokan. Jolánt ismerik, a kiborulásaidat a dugóban. Igen, igen, tehát, igen. Tehát, hogy ezek azért most már a te végeged. Azt is tudjuk, milyen pesgőt iszol. A te végedet jelentik. Jó az ízlésed. Köszönöm szépen. Milyen pesgőt iszol? Hát változó, amihez hozzájutok a Lidl-ben. Ami akciós! Azért van olyan, amit nem úgy veszel. Nem kell, hogy bubis legyen feltétlenül. Nem, hát én három... A Lidl-ben nem, sose bubis. Jó, hát figyelj, mire a Magnumnak a végére érsz, már nem bubis. Pláne egyedül. Na, szóval az Instagramról van a következő értesülésünk is. Anitától ez is egyébként. Itt a fogszabályzó kapcsán. Ha még egyszer valaki azt mondja, hogy divat a fogszabályzó, helyre fogom rakni. Most a 6. antibiotikum kúrát kezdem, mert megint bedurrant, szóval jó, hogy van, mert segít, de ez szükség és nem divat. És te nagyon csúnyán ugye visszaszóltál a kommentelőknek, akik elkezdtek vádolni azzal, mi is tetted föl magad pontosan? Nem, mert többször elhangzott ez, hogy ha annyira fáj, meg szenvesztő, miért nem veteted le? Hát nyilván nem jó szándékomból tetettem föl, tehát ott kezdődik, tehát nekem ez egy nagyon súlyos szájsebészeti műtéttel kezdődött, mert 3 bölcsességfogamat kivettek, és 3 fémlemezt becsavaroztak az állkapcsomba, amiből kilógnak ilyen kampók, és ahhoz húzzák hozzá. Tehát ha most dobnék egy mágnest, akkor az... Azon,
Semmi, de a repülő nem tud átmenni a kapun. Tehát például múltkor kellett volna egy emert csinálni, bocsánat. És nem lehet emert csinálni, mert megzavarja a mágnest, úgyhogy... Nem a mágnes, hanem a vasat vonza, tehát hogyha elővenni a mágnest, akkor az nem mágnes. Az nem mágnes, hát nem mágnes, hogy mágnes, hogy mágnes, hogy nem mágnes, hogy mágnes, hogy nem neki, hogy működik. Nem, rosszul értelmezted. A mágnes meg nem. A fém vonzódnak. Igen, ez, ne, ez nem mágnes, tehát kell hozzá egy mágnes. Valaki, igen, de ha ő előveszi, akkor nem a mágnes. Nem veszem elő. Nem veszem elő. Ha előveszi, rögtön mágnes lesz belőle. Nagyon... Ja, hogy odaugrik. Aha, értem. Jézus szerintem, Mária! Anita, ezt egy nagyon ízléstelen... Most friss mennyasszony, hagyjad! Hát ő vitt el ilyen ízléstelen irányba. Hát de miért ízléstelen? Nem mondtam, hogy vedd elő, hanem a Sanyi. Hát, egy tévéműsorban, ráadásul amit most kaptam meg. Hát egy kicsit, kicsit elviszed egy más irányba, ennyi. Jó, hát ez bűnkösdi királyság, úgyhogy... Jó. Tök mindegy, a katás keretem úgy is kimerült időben. Nem rágtam be különösebben, csak az, hogy Joli néni otthon a fotelból azt mondja, hogy ezek a fiatalok divatból rakják föl. De rakják föl, hát egy csomó, de szerintem ez nem lett divat a fogszabályozó? De szerintem az van, hogy amúgy is kell nagyon sok gyereknek, és sokkal jobb, hogyha azt gondolják, hogy menő, mint ha azt gondolják, hogy ciki. Persze. Mert ha menő, akkor nem tiltakoznak ellene. 10-ből szerintem 8 gyereknek kell valami kis szabályozás. Plusz, azért ne felejtsük el, hogy az évszázadok során mennyi olyan dolog volt divat, ami gyakorlatilag torzította és kínoszta az embereket. Elég, hogyha a fűzőkre gondolunk, vagy bármi másra. Hát nézd meg, nekem nincs igen, is. Igen, látszik. Vagy a japánoknál egy modern nő vagy. Ez engem úgy torzított. Igen, nagyon. Egy olyan torzítós fűződ volt. Tehát azt gondolom, hogy van az esztétikai fogszabályozás, és van az egészségügyi. Nekem kattogott az állkapcsom, ezért van rá szükségem. Nem, tehát én nap mint nap utálom, szegény fogorvosom mindig elmondja, hogy ő minden reggel úgy ébred, hogy bűntudata van. Hogy bűntudata van, hogy mindig nézi a live-jaimat, hogy melyikben mondom éppen, hogy te olyan bűntudatom van, mindig írom a számlát neked, és idegesít, hogy így ennyire kihajolsz. A kicsi testet. Hát de te így, te nem látok. Mert csak nem hallok, az a baj, hogy nem hallok jól, tudom. De közelebb kell hajolnom az esetben. A másik fül egy jobb. Nem, az se. Az se már rendesen. De miért mindig ide nézel? Hát nem, csak megnéztem ezt az anyagot. De miért? A nadrágommal megint baj van? Olaszból hozatta a feleségem. Nagyon jó. Ildi nagyon jó. Igen. De nekem nem a nadrágoddal van bajom, hanem hogy... Ami benne van. Annyira erőre nagy. Hajol. Hát, nagy, és nem akarok csak egy szürke hátat látni. Szürke hájom, figyelj. De miért kattogott egyébként? Tehát, hogy miért kattogott az állkapcsom? Mi az összefüggés, hogy a fogad, és akkor az állkapcsom, mert ugye fog... aszimmetrikus volt az alsó és a felső állkapcsom, azért kattogott, és szimmetriába kellett húzni a fogsort ahhoz, és hogy... most nem fog kattogni? Igen. Már most se kattog. Megígéred? Hát már most se kattog. Mi hallod? Hallod, nem. Semmi, egyébként. Nem. De a fogszabályzónál tartunk, hogy régen, egyébként én is emlékszem, hogy gyerekkorunkban az, hogy fogszabályzó, de még a szemüveg is, a ciki halál volt. Ciki volt. Főleg, ami így le volt. Most már a szemüveg is divat. Nekem is volt olyan osztálytársam. De Cuki, azt hittem, te volt. Csomóban a szemüveget, ilyen izébe ablakot a szemüveget. Miért cikiszted azokat, akiknek így le volt ragasztva? Hát ők mentek a büfébe. De miért? Jó, de szemét van. Gyerekkorban ilyen voltam. De miért volt el ekkora tahó? Hát, és miért maradt meg? Hát inkább ez a kérdés, hogy miért, miért nem változott? Tehát volt nyilván egy erős fizikuma, miért nem védted a gyengét? Védtem. Persze. Hát leküldtem büfébe. Védte a gyengét. Hogy nincs itt, nem bántja senki. A gyerekek mindig gonoszak egymással, most miért csodálkozol ezen? Én is voltam ilyen gyerek. Hát most... Anita nem volt gonosz gyerekkorában. Később alakult ki. Na jó, de hogyha tényleg ott tartunk, hogy a fogszabályzó divat, a szemüveg most már divat, mert tényleg sima ablaküveggel hordanak egy csomóan, én is elgondolkodtam. Tényleg, tehát semmi, nincs rá szükség, hogy már miből lesz divat? Tehát az hol dől el? Mert nekem van egy benyomásom, hogy az a divat, hogy Párizsban egy szobában ül négy ilyen... Nem, oda beszökött az ősz. Úgy lesz divat, hogy a Márk divatot csinál. Hagyjuk ezeket az olcsó dalszövegeket.
már divatot csinál belőle. Tehát, hogy az ilyen trendsetter emberek csinálnak belőle divatot, szerintem. Hát nem igen, de ha már kitalálna azt, hogy a fogszabályzó, vagy ad abszurdum, nem tudom, a 2022-es ősz divatja a földszínek, és a járógipsz. Tehát, hogy kitalálnád azt is, és nem, akkor muszáj ezt hordani. Egyrészt nem csak Párizsban döntik el, hát most már szerintem sokkal inkább úgy működik, hogy ezek ilyen kulturális trendek, amik nem feltétlenül egy divatházból indulnak, hanem az internettel sokkal inkább olyan arcokból indulnak, meg olyan karakterekből, akiket sokan követnek, és az válik divat. Tehát így tört például valószínűleg a fogszabályzó divat, meg a régi keretes szemüveg, az olyan jó fej fiatal arcokból indult el, akik aztán divattá tették. És aztán őket lehet, hogy átveszi egy divatház, mit tudom én, csinál a Victoria's Secret egy fogszabályzós katalógust. Hát most már egyébként igen. Most már igen, tehát, amit te mondasz, az a múlt század, amikor... Hát én még abban vagyok. Vagyunk egy pár, akik onnan származunk. Amikor a... Sajnos én is. Vigyázz a fogadra, Lacika! Szóval egyébként... a bátyám! Amikor, tehát ugye régen a nagy divat tervezőkből csorgott le az utcára a divat, meg a Chanel és egyéb. Most pedig pont fordítva van, most tényleg a street style arcokból inspirálódnak a legnagyobb divatházak is. Ezért terveznek mindenhova most már edzőcipőt, meg kapusznis pulcsit. De akkor ebben az is benne, hogy a divat az nem feltétlenül ízléses. Tehát én azért az influencerekre nem bíznám rá azt, hogy... Hát igen, mert attól nem lesz jó az. Valami. De a divatnak miközben az ízléshez? A divat az egy olyan szociális... Hát kéne, hogy legyen. Nem, bocsánat, a divat az egy olyan jelenség, amit sok ember szeret. Ennyi. Hát sok ember vágyik rá. Az, hogy annak egyáltalán mi az ízlés, meg mi az, hogy jó ízlés. Kulturális kérdés. De más dolgot tartasz ízlésesnek Japánba, és más dolgot tartasz itt, más dolgot tartasz Dél-Amerikában. Amit mi jó ízlésnek nevezünk, az ugye egy ilyen polgári, kulturális hagyaték, de hát avval lehet, hogy köszönő viszonyban sincs egy csomó ember, aki ugyanebben a társadalomban él, csak más csoportoknak a más értékeit képviseli. Nekem a Növényi Norbi egyszer elmesélte. Neki nagyon jó ízlése van. Ha divat volt, én is őt akartam szóba hozni. Minden szavarra. Hogy mit vegyél fel? Hidd el, hogy divatos. Azt mondta nekem, 71-ben az anyja egy pokrócból vart neki egy kabátot, mert hideg volt. Nem, de nincs meg már. Csak hogy utána azt lehetett észrevenni, hogy mások is elkezdtek pokrócból kabátot csinálni. Hát, mert az menő volt, hogy a Növényi Norbi az ilyen kabát. De tudod miért? Most rájöttem, mert ugye akkor ez a favágó kockás ing divat volt, csak itthon nem lehetett kapni, hogy csak a kockás pokróc volt. Olyan, és akkor ez a ilyen hülye egyenes fazonú ízé, és akkor azt fölvegyek. És így elted ott álltál, én nem, mert én 77-ben születtem, tehát 71-ben még nem voltam. Akkor nem kaptad a kabátot. Te már 71 óta irigyelted a Norbit. Úgyhogy gyorsan megszülettél. Na csak hogy nem, hogy így indul a divat, nem? Hogy valaki kitalál valamit. Igen, két sportoló megbeszél, hogy anyám pokrócból vart egy kabátot. De miért? Nem ez? Hát ezt mondtad, hogy köszönő viszonyban nincs a jó ízléssel. Hát ennek semmi köze. De miért és a pokrócot ízléstelen? Rosszul lehet neki, hát vagy ízléstelen hogy... volt az a kabát? Majd te láttad ezt a kabátot? Nem láttam, csak honnan mesélte a Norbi. Honnan hallottad ezt a történetet? A Norbi elmesélte nekem, hogy az anya volt-e pokrócban egy kabátot, és onnantól kezdve mindenki azt kérdezte tehát tőle. Tehát akkor valószínűleg ő egy divatikonná vált, tehát nem lehetett annyira rossz az a pokrócból vart kabát. Hát biztos jól sikerült, de hát attól még az egy pokróc, nem? Na de és? Hát mostanában a PET palacból is csinálnak ruhát. Sőt, egy adóban. Szerinted ez miből van? Hát, ez az anyag. Hát nem tudom, de mondjuk egyébként utána mennél. Konkrétan egy plédnek elmenne. Hát igen. Jó, köszönjük szépen, mindjárt folytatjuk innen. Kösz, Laci! Abszolút. Úgy éreztem, hogy kimentesz engem, köszönöm. Megpróbáltalak, mert sírva a telefonon elmesélni neked a Növényi, hogy 71-ben anyám egy pokrócot rámadott, és úgy kellett iskolába menni. Ez borzasztó. Ennél följebb nem tudjuk abba hagyni ezt a részt. Rövid reklám következik, utána pedig jövünk vissza egy komolyabb történettel, mert ugye Ukrajnával kapcsolatban nyilván ti is láttátok a tudósításokat, a képeket, és családokat látunk menekülni általában, de egyre több képet és tudósítást látunk, hogy az állataikat is mentik magukkal az emberek. Na erről beszélgetünk, mindjárt jövünk vissza. Köszönjük szépen, folytatjuk a hashtag bocskor rendhagyó adását. Lovász László vagyok, egyetlen alkalommal Gábor helyettesítem, hogy a Covid miatt hiányzik, és vendégeinkkel folytatjuk a beszélgetést Ábel Anitával, Tornóczki Anitával, Bárdossy Sanyival, és Lakatos Márkkal.
azt nézem, hogy a hajam rendben van, mert néha beszokott ilyen, ilyen öreg asszony órára. Nem tud olyan lenni, mint a bocsié. Hiába próbálom. De elkezdtem őszülni, képzeld el. Most? Igen, van, megszámoltam. 9 ősz hajszálam van. De ez azóta, mióta itt beültél ebbe a székbe? Nem, mióta bocskorra rádiózom. És nem tudom, hogy ez mimikri, vagy pedig... De az utóbbire nyakszom. Na de, ennyit rólam. Négy remek vendégünkkel folytatjuk, és ahogy ígértem, az ukrajnai helyzetről beszélünk egy picit, méghozzá arról az aspektusáról, ugye, hogy nagyon sokan, most már közel 3 millió ember menekült el Ukrajnából a háború miatt, és nagyon sok tudósításban látjuk, a képeket látjuk a cikkekben, hogy családostól menekülnek az emberek, illetve egyre többen a házi állatukat is viszik magukkal. Hát nyilván nem tudom, hogy vagytok ezzel, hogy hagynátok, vagy nem hagynátok, vagy valakire bízni, vagy egyetlen ilyen helyzetben mit lehet csinálni. Ugye Magyarországon Chase-ről lehetett olvasni, hogy 18 macskával fogadott be egy családot, és volt egy cikk arról is, hogy milyen állatokkal érkeznek az emberek Ukrajnából, többségében kutyákkal, macskákkal. Én nem tudom, Anita, hogy te benne vagy valamelyest itt az állatmentés segítés ügyekben. Valamelyest igen, de van egy központosított dolog, és viszonylag jól működik most a bokcsarnokban, mert folyamatosan van olyan ügyelet, ahol segítik azokat, akik állattal jönnek. Nyilván akik vonattal jönnek, és a bokcsarnokba valamilyen úton, módon bejutnak. Akik nem, azokat is próbáljuk folyamatosan. Vannak állatorvosok, nekem is van állatorvos barátom, aki pont ma éppen ott van a határon, és ott segítenek. Ott is vannak kollégák, akik folyamatosan segítenek. Magánemberként is nagyon sokan próbálunk. Pont a Milovi kihívott föl, hogy neki egy tenyésztő ismerőse az, aki 21 kutyával érkezik. Én most már 34 képzeld el, mert megszült a két... Ja, te is beszéltél a Vikivel? Hát ma benn voltálunk a reggeliben, igen. Jó. Tehát, hogy próbálunk olyanoknak is, akik nagyon sok kutyával érkeznek, és ugye a legnagyobb probléma az, hogy Ukrajnában nem kötelező a veszettségoltás, tehát akik tovább utaznak, azoknak ez nagyon nagy probléma, mert ugye az Unióban csak érvényes veszettségoltással lehet utazni, tehát lehetséges, hogy a kutya miatt kényszerül valaki itt maradni, vagy a macska miatt kényszerül valaki itt maradni, kivárni a 21 napot, amíg leketyeg a veszettségoltás és utazhat. Hű, ez nagyon komoly. Na hát a kutyák és a macskák mellett ugye többfajta állatot lehetett látni. Nem tudom, közületek kinek van a házi állata. Anitát tudom, hogy macska, Szimba, a cica, Sanyi. Kutyamacska, minden. Kutyamacska. Egy-egy, Márk, semmi, miért nem? Miért nincs házi állatod? Nekem a húgomnak van kutyája, sok. Hát nekem is vannak ismerőseim állatokkal. Nincsen, még nem jutottam el arra a pontra, hogy legyen. Gondolkodtam már rajta, de még egyelőre nem. Most meg nagyon sokat vagyok külföldön, oda-vissza. Hát felelős állattartó. Hát jövök, megyek. Tehát nem tart. Úgyhogy, nem tart, igen. Na, igen, ha nem fér bele, nem tart. Ez egy felelős döntés, igen. Szerintem, hogyha nem olyan az életed, hogy belefér, akkor inkább igen. Nem. Tehát... De ti el tudtok képzelni ilyen helyzetet, hogy nem csak háborúra gondolunk, bármi olyan helyzet, amikor a házi állatodat magad mögött hagyod. Én mikor kicsi voltam, én nagyon féltem a háborútól, és mi közel raktunk a metró megállóhoz, és mindig apukámat kérdeztem, hogy ugye ő újságíró volt, ettől azt gondoltam, hogy nagy ember. Egyébként az is volt, de hogy ő neki majd szólnak, hogyha valami történik a világban. És akkor mindig elképzeltem, hogyha menni kéne, akkor mit pakolnék össze. És mindig volt kutyánk, és hát ugye evidens volt, hogy a mackómat, amivel aludtam, és hogy vinném a kutyámat, de utána arra gondoltam, hogy én elengedném azt a kutyát szabadon, mert mi van, hogyha ez a háború sokáig tart, és az emberek megennék, és hogy azt meg nem bírnám elviselni, és akkor inkább elengedném szabadon, szomorú, hogy menjél. Volt. Nem, szerintem jól gondolkodtam, mert az emberek gonoszak, mert hogy kegyetlenek az emberek, amikor már arról van szó, hogy nincs kaja, meg semmi, hát, egymás. Hát azért nincs ilyen szitu. Tehát, hogy akik jönnek, azok viszonylag biztonságban végigjutnak. Csak hát nagyon, nagyon megviseli a kutyákat, tehát általában úgy van, hogy átviszik Fehér-Oroszországba, tehát ha nagy mennyiség van, átviszik Fehér-Oroszországba, onnan Lengyelországba, és Lengyelországból jönnek be. Ide? Ide, vagy bárhova Európába. Ja. Ezt sosem tudnám hátrahagyni. Soha sem, nincs az a helyzet. Most már azon se gondolkodom, hogy megeszik, mert megölöm, aki hozzányúl. De gyerekként még nem
gondoltam ezt. Akkor még nem volt opció. Nem volt opció. Akkor még nem volt öldöklés. Igen. Most egy felnőtt korban, most már úgy gondolom, hogy én egy felnőttet bántsak, de hát nem lenne ilyen. Hildi is nem inném el. Hildi is azt mondta, hogy ha menni kéne, akkor a két kutya meg a macska hónalás. És mi akkor, ha nem tud menni valami miatt. Tehát például ugye Kijevben is ott a pályaudvaron egy csomó kutyát ott hagytak, és ilyen nagy ketrecekben vannak, mert hogy nem engedték fel a vonatra, mert hogy elveszik az emberektől a helyet. De mi is az a gazdátlanul ott van? Igen. Tehát egy csomó olyan fotó volt, hogy ott vannak a kutyák, és ott... Igen. De nekem nem opció, tehát ha nem engednek fel akkor a kutyámmal, akkor ott maradok, és kitalálok valami más. Tehát nincs az a helyzet, hogy egy ilyen szituációban az, aki velem él, és olyan, mint a gyerekem, és a családom tagja, hogy én azt ott hagyjam. És például, ha beteg... Szép gondolatok, nem vagyok biztos. És például, ha beteg lenne a kutyád, akkor elaltatnád? Ha beteg lenne akkor elaltatnád? Ilyen háborús visz... Nem, tehát most vegyük egy olyan példát, nekem hogy... Nekem nagyon olyan... beteg volt a goldenem, és el kellett altatni, igen, a kezem között. És például egy ilyen helyzetben, hogyha akkora életveszélyben lennél, akkor lehet, hogy elaltatnád inkább? Mint hogy mondjuk ne férjél föl egy menekülési... Ha egy életerős kutya, én kitalálnék mást. Tehát, hogy az nem opció. Érted? Értem. Tehát most lehet, most majd mondhatják ne, azt, hogy és ha a gyereked fogom, van veszélyben, meg nem tudom én... Nem opció, tehát hogy nem tudnám vele megtenni ezt. Persze, nem. Csak hogy azért mégiscsak az ember élet az ember élet, tehát hogy most figyelj, ha választani nincs kell, hogy kutya vagy a családom, akkor... De nincs olyan is a családot. Igen, nem kell választani semmit. De ha a gyerekek között meg a kutyáink között kell választani, akkor kutya marad. De nem kell, mert a gyereket felengedik a vonatra, de lehet, hogy a következő egy busszal meg el tudsz menni. Itt a kérdés az, hogy... De látod, hogy egy csomó olyan család volt, aki... Együtt nem engednek föl a kutyákkal. Hát akkor mit csinálsz? De akkor találok. Akkor fölrakod az Ildit meg a gyerekeket a vonatra, ott maradsz a kutyával, és te elmész a következő vonatra. Igen, meg besoroznak, és megyek is. Új, de nagy okosság. Viszed a kutyát. Jó, mindegy. Ezek jó gondolatok, nem, csak hidd el, ez Sanyi, nem működik. Sanyi, te így gondolod, mi meg így gondolunk, ezzel igen. Össze fogunk vitatkozni. Nem fogunk. De igen, mert én azt gondolom, hogy nem lehet ilyen opció. Hát... Mert nincs, ő is egy élet, velünk él, minket nekem a nagypapa, nagymamámnak az apukája, a dédnagypapám úgy halt meg, hogy ő ott maradt a házba, vigyázni a házra és a kutyára, akkor, amikor a második világháborúba lebombázták a házat, és úgy halt meg, hogy ő vigyázott a kutyára. Tehát, hogy vannak emberek, akiknek nincs ilyen opció. Most nem akarom ezt minősíteni semmilyen tekintetben, de ha elment volna a családjával, akkor nem bombázzák le a házba. Oké. De ő ezt választotta. Hát van, aki ezt választja, van, aki meg a családját. Én előbb választám a gyereket, tehát ha választani kell a kutyák és a gyerekek között, vagy én maradok ott és besoroznak, és megyek a frontra, és nem biztos, hogy látom még egyszer a családomat, akkor nem biztos, hogy ezt választanám. Tehát, hogyha így jobban belegondolsz, akkor lehet, hogy... Te így gondolod, te ezen az állásponton vagy, mi meg ezen az állásponton. Én elfogadom a te álláspontodat. Tehát akkor ennyi. Nem lenne olyan opció, tehát hogy a családunk része. Nem tudom ezt jobban mondani. És Anita, bocsánat, egy kérdés. Csak egy kérdés, hogyha mondjuk el kéne menni, és az lenne az opció, hogy a te férjed maradjon otthon a kutyával, és ti meg felszálltok a vonatra, akkor azt te bevállalnád? Hát ez is az ő döntése, de én azt mondanám, hogy minden körülmények között maradjunk együtt. Tehát, hogy érted, amit mondok? Világos. Ő a kutyánk is, meg a macskánk is, a családunk része. Én nem tudom elképzelni azt a helyzetet, hogy én ott hagyjam egy ketrecbe, hogy én nem tudom vele, mi történik, hogy hát mindjárt elbőgöm magam. Tehát nem tudom elképzelni ezt a helyzetet. Érted, amit mondom? Uh-huh. Hogy én lássam, hogy én elmegyek, fölülök, és néz utánam, és ott hagyom, és nem tudom, hogy mi lesz vele. Biztos, hogy nincs ilyen helyzet. Akkor inkább ott ülök vele. És a gyerekem meg fogja érteni. Nyilván, de ez nem nyilván vannak emberek, Sanyi, akik így gondolják, fenszíség. Vannak emberek, akik úgy gondolják, ha mindenki úgy gondolná, ahogy az Anita, akkor nem maradtak volna ott gazdátlanul a kutyák a pályaudvaron, ha mindenki úgy gondolná, ahogy te, akkor meg nem lenne ennyi állat, ez nem így működik. Ha azon múlik, hogy most szenved-e a családod egy kutya miatt, mert van egy kutyád is, vagy nem szenved, akkor hidd el, hogy ott hagyod a kutyádat. Tehát én megértem azt is, aki ott hagyta a kutyáját. Hát igen, csak aztán nagyon nehéz a gyerekekkel beszélgetni. Na köszönöm, hogy mondtad ezt. Hát hogy azt mondta neki, hogy figyelj,
itt vagyunk. Meg mit tanítasz a gyereket? Pont, ugyanezt akartam én most mondani. Én ezt értem, de egy háborús helyzetről beszélgetünk, tehát hogy ott, most ott más a sztori, gyerekek, azért... Tehát, hogy egy háborúban... Igen, de az nem egy dolog. Tehát az, hogy ott hagyod a házadat, és a házaddal nem tudod, mi lesz, az egy dolog. De ez egy élő lény, aki a család része, akivel te jártál kirándulni, a gyerekeidnek azt tanítottad, hogy a család része, és utána ott hagyod. Mint ahogy egyébként nagyon sokan ott hagyták a beteg nagymamát. Igen. Mert őt nem tudták vinni magukkal, mert nem volt járóképes. Ez azért nem ugyanaz a gondolat, tehát azért ezt lássuk be. De hogy vannak ilyen emberek is, nem ugyanaz a gondolat. Hát igen, igen, igen. Vannak ilyen emberek is, aki beteg és nem tud jönni, akkor az ott marad. Az ott van marad, ilyen igen. Is, de igen. Hidd el, ha valamitől nagyon félsz, és valamiért el kell menned, mert valamitől nagyon félsz, leginkább az életedet félted, akkor nem a kutya lesz a legfontosabb gondolat, szerintem. Ezért értem meg azokat, akik ott hagyták akkor a kutyájukat, és mondom még egyszer, megértem ezt is, én is a hónom alá venném a két kutyát meg a macskát. Szerintem az Ildivel csatáznál egy sor. Ezt akartam mondani, hogy... Figyelj, hogyha ott állnának a Stoy és AK-47-es kutya vagy, akkor hamar meg lenne a választás, Ildinek is. De nincs ilyen helyzet. De nincs igen, ilyen helyzet, Sanyi, nem de most miről beszélgetünk? Igen, ez az, hogy ne kilózzuk ezzel magunkat. Tehát nem lesz, hogy a képviszony az, hogy a gyerek vagy a kutya. Igen, tehát... És aztán dumálhatunk, nincs ilyen. Ne, most nincs ez a helyzet, az a helyzet van, hogy nem. Nagyon sokan elindultak. Hát valami miatt menekülnek. Hát menekültek, mert egy háborús helyzet van, de nem állt ott senki. Nyilván mondták azt, hogy hát nem fér föl a kutya, mit csináljunk, jó, hagyjuk itt. Érted, amit mondok? De nincs ez, hanem akkor azt mondom, mindig van B-opció. Tehát nem az van, hogy a fejemhez nyomnak egy pisztolyt, és azt mondják, hogy döntsem el, hogy a gyerekem vagy a kutyám. Kettő közé nem tennék egy tényleg abban bízhatunk, hogy Sanyi tudja képviselni otthon nagyon hangosan az álláspontját azzal, hogy milyen sorrendet állítanak föl, de ott van melletted Ildi, aki meg majd megmondja, hogy hogy lesz. Hát általában egyébként ez így szokott lenni. Tehát, hogy... De érdekes, hogy ez így szokott lenni. A következő... Jólán megy, vagy marad? Jólán biztos, hogy megy, tehát becsempészem a gatyámba, bárhol átviszem a határon. Biztos, hogy jön velem, Jólán. Egy macskát könnyű vinni. Igen, hát neked mit van? Két kutya meg a macska. Kutyában sokkal könnyebb simán. És már megint a melegítő nadrágom. De látod, hogy ez is jó valamire? Nézd, ide nagyon sok macska és csivava elférnek. By Alex-el folytatjuk egy éles fordulattal. Mit szóltok hozzá? Tudjátok, kiről éles van szó? Éles váltás. Persze. Éles váltás, igen, hát... igen. Képzeljétek el, hogy By Alex töredelmesen bevallott, nem tudom, ez mennyire volt töredelmes vallomás, hogy hogyan kezdi minden napját. Ő szépen fölüti a Google-t, és beírja a saját nevét, illetve hát ezt, hogy By Alex. Ezt írja be, tehát rákeres saját magára, és azért, mert ő szeret képben lenni azzal, hogy milyen hírek vannak róla, nem tudom miért, mit írnak róla, stb. Milyen cikkek jelentek meg. Ti szoktatok magatokra keresni az interneten? Nem. Ne, soha. De ez nem egyedi. Én tudom, hogy mi jelenik meg róla. Hát ha meg részt. Nem tudom, akkor az nyilván nem is ha olyan nem érdekes, tudom, nem fáj. De azért ez egy nem... furcsa jelenség a celeb és művész világban. No, tehát nekem van olyan kolléganőm, akinek szinten be van, tehát a saját neve a hírkeresőben van ugyanúgy. Tehát, hogyha bármi van, akkor az neki jelzi. De egyébként ez egy fontos dolog, tehát most ezen viccelődhetünk, de mondjuk nagy sztároknak ezért van sajtósa, nem, hogy állandóan nézzék azt, hogy mi jelenik meg. Jó, de most nagy sztárok. Hát a nagy sztárok, ezért mondom. De a Alex azért nézi saját maga. Ne, azért nem. De ez hol jelent meg ez a hír? Tehát erre hát a hírre rákeresett, vagy ezt... Mire? Erre a saját magára? Igen, hogy ez megjelent. Ezt kiposztoltam, vagy azt mondtam, na, megjelent ma valami, nézzük csak. Nézd oda, itt az Instagramon egy posztolóra. Hát lájkolom már, mi? Saját magát lájkolja? Hát, de nem, de jó, Anita akkor azt állítja, hogy nem kereste a saját magára, én nem így ismerlek téged. Tényleg nem keresek magamra. Én rákeresek magamra. Minden reggel? Na de minden reggel? Hát azért minden reggel nem. Na de milyen időközönként várod, hogy végre felfedezzenek? Ezeket a kérdéseket nekem kéne föltenni. Tehát, hogy Aniták nem kerestek, ti meg lapítotok. Hogyha a közösségi felületen egy csomószor, hogyha görgeted a hírfolyamot, ugye egy csomószor ad ki ilyen, nem tudom, online felületet, meg, és mondjuk ott látok magamról valamit. Akkor azt megnézem. Akkor azt megnézem, hogy az mi. De mondjuk a napi szaron?
Hát bármi, köszönöm. Igen, a napi szaron. Szerintem az még nem fordult elő, nem? Egy kamu hirdetés dobott föl mindig az Anitával. Persze. Valami, nem tudom, mi volt, micsoda. Volt, van most, fut egy olyan. Ábel Anita sokkolta az embereket. Sokkoltad a fogyásoddal. Igen, azt én is láttam. Na, és volt egy olyan kép, ahova, tehát hogy az egy mindegy, egy szponzornak a kabátját hirdettem, és azt a képet levették, ezek az emberek, akik ezzel foglalkoznak, hogy ártatlan embereket csinálnak át, és ebbenre volt a kezem téve. De ők úgy gondolták, hogy hát ide nem tudnák azt a kis táblácskát oda szerkeszteni, ezért csináltam neked két ilyen kacska kezet, és az ide, és tulajdonképpen van, tehát hogy így van zsebre dugva, és ilyen teljesen ormótlanul itt kijön egy kép, és akkor ide van írva, hogy igye ezt a levet, mert akkor szét az agyát is vékony lesz, de hogy oda raktak egy izét, és akkor többen elküldték ezt nekem, hogy hát itt van ez a hirdetés, és akkor volt egy nagyon, tehát rendesen beteggeltek, tehát meg tudtam nézni ugye az oldalon, hogy van ez a hirdetés, nem, hanem beraktam az eredeti képet, és akkor mondtam, hogy hát gratulálok a képszerkesztőnek, aki ilyen, de hogy ne rendeljen senki. Szóval ez nagyon, ez engem nagyon dühít. Azóta Nórával és Liptai Klaudiával hirdetik ugyanezt. Igen, mióta Anitáról kiderült, hogy ilyen éles eszű és leleplezte őket. Hogy nem lehet átverni olyan könnyen. Különben is utálja a Szilva levet. A Svábi Andrissal, ő vele, igen. Nem tudom én, cukorbetegségre, a gyógyír, a Rubint Rékával állandóan, a Rékával is nagyon sokan, tehát hogy nagyon, a Tóth Verával is csinálták ezt nagyon, nagyon sokan. Volt erről szó egy régebbi bocskoradásban, nem akarok. Mindenképpen vissza fogom nézni. Már nézd meg a különbséget. Igen, hogy ő már hogy vezette föl. Az ott olyan, igen. Tudod, ott az olyan pörgős volt. Ugye megértette a lényeget. Na, játszunk egy játékot, azt tudjátok, hogy a Google-ben, amikor beírtok valami keresést, hát nyilván nem a saját nevetekről, hiszen azt soha nem írjátok be, csak ha eljegyzés van, hogy mindig ad utána ilyen szavakat, tudod, ami azt mutatja, hogy az emberek, amikor mondjuk a te nevedet beírják a Google keresőbe, akkor mit szoktak még mellé írni. Igen. És ez nagyon tanulságos, ebből mi összegyűjtöttünk jó párat, ebben benne van Bocskor Gábor, benne vagyok én is, de ti is mind benne vagytok. Úgyhogy én most mondom azokat a szavakat, amit a Google-be, ha beírjuk a neveteket, akkor utána kiad magától, és ezek alapján, a szavak alapján ki kéne találni, hogy melyik kötökről van szó a Google keresésben. Jó. Azt mondja, név, felesége, háza, autója, mindenkinek van autója? Igen. Eddig bárki lehet, Bocskor is. A Sanyi autója, mindig van, ilyen vaddisznó autói vannak. Azért mondom, hogy ennek kinek érdekes ez, igen. Nyilván akkor valószínűleg én leszek. Jó, eddig a Sanyi szülei. Hát az is van mindenkinek. Az is, jó, oké. Okay. Kutyája. Az is van. Igen. Hát az és magassága. Az a Sanyi! Sanyi. Az a Sanyi! Magassága. Ez én vagyok, hát de rajta mélységem van. Hát és így van, illetve Wikipédia, ezt nem értem, Báros Sándor Wikipédia. A Wikipédia az, mert ott az eredményei, az is van. Ja, értem, azt megnézik azok után, hogy milyen magas vagy, van-e kutyád és autót. Hogy... Igen. Csinált még valami. Na, ilyenekre keresgélnek rá az emberek egyébként? Igen. És utána te ezt látod? Megnézik anyámékat, de miért? Hát én nem tudom. Kit meg sajnáljanak? Hát az autó. Igen. Mert még a feleség... A feleséged az első. Hát tök jól néz ki. Tehát, hogy az simán... Jó, mi a ciki ebből, ha kiderül? Jó, de anyámékat miért nézik? Háza, autója, szülei, kutyája. A magassága. A magassága a ciki. És a háza miért érdekli őket? Hát ez lehet, hogy a nap volt. Nem, az a mi bű? Hát ez az. Ugye? Mindig ezt szokott tenni a kérdés. Mi bű? Na itt a következő. Felesége. Igen, megint? Gyermekei. Hoppa. Az te leszel. Lovász László. Fia. Az te vagy. Te vagy. Nem. De. Matematikus. Te vagy. Az, mert van egy öreg Lovász László, aki kiadnak mindig. Mi az, hogy öreg Lovász László? A Tudományos Akadémia elnöke volt, az az öreg, az a vénfószer. Nem úgy, hanem egy idősebb. Vénfószer. Elnézést, Lovász László, ezt nem úgy értette. Nem az, úgy értette, igen. Szóval ez te vagy, az a lényeg. Igen, és ami hát mit igen, mondjad? Bocskor Gábor és Lakás Talk Show, ez a kettő még. Na jó, na de okay. Legalább van valami munka ott, amire büszke lehet. Melyik a Bocskor Gábor? Igen. Nézzük meg a többit. Jó, következő, kiről van szó? Párja. Igen. Azt te vagy. Hát lehet, Instagram. Az igen. Magassága. Igen. Haja.
Az én vagyok. A te vagy. Haja, a te hajadat az szokták, igen, keresni? Igen. Új párja? Az én vagyok. Vagy, hát és mi lesz az utolsó szó? Fogyása? Igen! Igen! De nem is fogytam annyira, sokat. Hát ezért keresnek rá. Igen, hogy mennyit reklámoz az ilyen dagat. Kacska kézzel, ott jól reklámol. Itt ő megy a hasa ennyire. Igen. Na a következő, kiről van szó? Rákeresnek vele kapcsolatban műsora. Ez szülei. Márk. Szülei. Magassága. Mindenkinek ez egy... A magasság az nagyon fontos valamiért. Igen. Olyan kicsinek tűnik. Igen, a tévében sokkal kisebbnek tűnik. Na, mindenki nagyobb. Párja. Vagy tévében. Vagyona. Te vagy az, az te vagy. Az mit a vagyona? Az biztos, hogy te vagy. Na, index, illetve konyhanyelv. Igen, ez a már. Az indexet gondolom nem közlekedésileg kerestek. A lakatos már szokott indexelni. Tetszési index. Oh, igen. Vagyona, ebbe az a legjobb. Egyikünknél se szerepelt ilyen. Na most figyeljetek, szerintem én ezt, igen, azt mondja, háza, autója. Bocskor. Vagyona. Ez a bocskor. Haja nincs, mert annak nagyon örülnek. Fufruja. Magassága van. Ábel Anita. Oh! Esküszöm, negyedik helyen, Ábel Anita. Majd a barátnői érdekesek, majd a vendégei. Tehát, de mit keresek én a bocskornak a hát Google? Hát ez az! Hát nézzél magadba! Hát inkább te, ha már itt tartunk, de... De én nem vagyok ott. Bárja. Hát, de a barátnői te vagy a barátnői. Le. Én nekem már csak utánad jövök, látod? Te én miért vagyok a második? Hát ja, ez nagyon sok magyar szeretné tudnia, hogy a mellékezett állat. Miért keresnek el? Ebben megvan a logika, tehát megnézik, hogy a Bocskor Gábor háza. Nem az volt, hogy együtt voltak az Ábel Anitával? Keressünk már rá, Bocskor Gábor, Ábel Anita. Igen? Nem voltak együtt. Akkor keressünk rá a barátnőire. És akkor utána meg nyilván ott már fölmerül a vagyona. Hogy van-e még egyáltalán a sok barátnő után? Mondjuk a háza képekkel, tehát az vagyok. Az egyet tudunk lakatni? Nem tudunk megkeresni, hogy esetleg... A telefonomat, ha beoszhatom, tudok mutatni. Háza képekkel, de beteg. Nagyon beteg. De tényleg miért vagyok én ott második? Ezt ketten tudhatjátok. Segíts! A barátom vagy, segíts! Hát azok után, hogy megtudtam, hogy együtt keresnek rátok, már nem. Na, fú, de nehéz lesz már csak kizárásos alapon is. Na. Férje, apja. Na, hát ez Anitám. Első férje, párja, szülei, arca. Arca. Igen, mert amiatt benn vannak ezek a fémek, azóta állandóan ezzel... Tehát meg, hogy mit csináltattam a fejemmel. Júj, de szemétség. Csak de most itt a férje, az ki? Mert van egy első férkeresés is, tehát hogy hát akkor most összezavarodtam. Nem mindenki ugyanarra gondol. Nem mindenki napra kész. Igen. Tehát lehet, hogy azt gondolják a mostani páromról, hogy már a férjem, ja, lehet, hogy az előző férjemre, igen, keresnek. Teljesen össze vannak zavarodva. Egészen döbbenetes. Egészen döbbenetes, hogy mire keresnek Tornóczki Anitával kapcsolatban. Szerintem sokkal döbbenetesebb, hogy Ábel Anita és Bocskor Gábor nagykeresésben szerepelnek. Mindjárt jönünk vissza Bella Hadiddal, aki 14 évesen megműtette az orrát, és most már nagyon megbánta. Erről beszélgetünk mindjárt vendégeimmel. Bocskor és az Ábelra, mire kíváncsi az? Mit akar találni? Hát nem, nem tudom, de olyan nincs, hogy Bocskor és Ábel képekkel? Igen, Bocskor háza képekkel, Bocskor háza Ábel Anitával benne képekkel. Ábel Anitával képekkel. Igen. Köszönjük szépen, folytatjuk a hashtag Bocskor, és ahogy ígértem, egy 25 éves, gyönyörű, világhírű modellről fogunk beszélni, Bella Hadidról, aki azért is gyönyörű, mert ő 14 éves korában úgy döntött, hogy nem tetszik az orra, ami van neki, és 14 éves korában megműtette, és ő most azt mondta, hogy ő ezt megbánta. Bárcsak megtartottam volna az őseim orrát, úgy gondolom, belenőttem volna. És ezt a szülei megengedték? 14 évesen még ki sincs fejlődve, hát teljesen az arcod. Szóval voltak a szülők? Hát ez az. Meg ki az az orvos, aki megcsinálja, hát 14 évesen? Jó, hát van olyan orvos. Hát igen, alapvetően azért sok mindenkit fedeznek föl 14 éves korában, és akkor már azért csinálgatnak rajtuk ezt. De melyik a 14 éves kép? Az. Bal.
Hát bármelyik hát elhinném, hogy 14 hát éves. Ne hülyéskedj. Nem, ebben igazam van az Anitának, hát bármelyik lehet. Most oldalról, most nem most látom. Most szerinted a baloldali külsejével lenne modell? Hát miért ne? Miért? Hát szép lány. Mert szerintem, mert abba, ami most van a jobb oldali képen, ami 14. a trend, ahogy inkább kinéznek ma a modellek. 25. Most akkor melyik a mostani kép? Ahol pezsgő van a kezében, az a mostani, ott 25 na, éves. Na, ezt kérdeztem. Igen. Akkor rosszul mondtad. Igen. Gábor sose hibázik így. De... Tehát a pezsgős keze a 25, a másik a 14. Jó, meg azért volt, a kicsit be van töltve az arcélet, hány meg a kicsit meg van ujjabúja, kicsit persze. Meg van csinálva. Hogy az álla is meg van csinálva? Abszolút, gyereket, tehát azért kicsit más. De ebből is látszik, hogy ő egy saját magában nagyon elégedetlen tinédzser lány volt, aki egyébként szerintem nem csak az órát, hanem több más dolgot is megcsinál, pedig azt tagadja, és hát közben pedig tényleg egy pánikbeteg és mindenféle leányzó, aki ezt most el is mondta, tehát hogy neki azért valószínűleg egy, egy nagyon nehéz és nagyon kellemetlen tinédzser kora volt és fiatal felnőtt kora volt, még akkor is, hogyha a legnagyobb luxusban és a legnagyobb hírnévvel dolgozott. Azért azt megjegyezhetjük, hogy ezzel az erővel akár én is lehetnék szupermodell. A magasságod az az egyetlen, ami... De már azt is lehetnek, hogy egy ilyen nagyobb cipőre... Hidd el nekem, meg... Gyerekruhákat is be kell mutatni valakinek. De miért? Kövér kisgyerekek nincsenek? Egy a kis vasgyúró, igen, egy a kis vasgyúró gyerek. De most komolyan. De arcmodell lehetnél, oda nem kell magasság. Hát ne engem vádoljál. Nem téged, oda, úgy. Hát ez csalás. Hát csalás, igen. De most gondolj bele, összejössz ezzel a csajjal, azt hiszed, hogy majd egy ilyen gyereketek lesz, és közben meg egy olyan. Volt egy ilyen ügy, hogy a pasi beperelte a nőt azért, mert hogy ő azt hitte, hogy ugye ez a genetikai állomány, és ez alapján akar gyereket. És jó, hülye volt. És ő arról nem hallott, hogy lehet, hogy mondjuk egy más, tehát mondjuk a nagypapának a vonásai törökli, tehát hogy ilyen létezik. Vagy nem hallott a postásról? De most ne csináljunk már úgy, mint a ő 14 évesen csúnya lett volna. Egyetlen ez egy bájos lány, ez egy bájos kislány. Nekem ijesztőbb a 25 éves. Igen, de tök átlagos kislány egyébként. De miért lenne átlagos? Nem átlagos. Átlagos, bájos kislány. Átlagos, bájos. Átlagos bájos és szupermodellé műtette magát. Igen. Szerintem hát a mai trendeknek, szerintem a mai trendeknek szerintem nem már. Hát hamarabb ma, hogyha ez két lány lenne, és ma besétálna egy ügynökséghez, akkor valószínűleg a jobb oldalinak lenne sikere. Hát szerintem nagyon sokan sétálnak, az a probléma, hogy nagyon sokan sétálnak be így ügynökségekre, és aztán így jönnek ki. Ja, aha. Az mert látnak benne valami fantáziát, látnak benne valami dolgot. Ha ő benne megvan az, hogy ő tényleg bármit megtesz azért, hogy ide jusson, ami egyébként tényleg mondhatjuk azt, és egyébként vonjunk már párhuzamot mondjuk olimpiai bajnokok között, akik azért bármit megcsinálnak a saját testükkel, és azért, hogy megkapjunk egy aranyérmet, ő bármit megcsinált azért, hogy a világ leghíresebb modellje legyen. Na, álljunk meg, azért van egy olyan, hogy vada. Ők ellenőrzik a doping ellenőrzési hivatal. Van olyan, hogy vada, de egyszer volt egy ilyen felmérés olimpikonok között, hogy ha azt mondanák, hogy tuti arany, akkor bevállalná, hogy 20 évvel kevesebbet él, és 10-ből 9 azt mondta, hogy igen. Persze bevállalnák, nem ezt mondom, de nem lehet. Sajnos ez az ezt emberi... meg lehet? Sajnos... Tehát akkor ezt miért? De, miért ezt miért nem lehet, de megcsinálják, Sanyi, hát ezért... Igen, szanaszét de... vannak kokszolva a sportolók, hát, nagy része. Nem, most azért, mert a Lance Armstrong azt mondta, hogy oké, hogy ő megtette, de ettől függetlenül azért általánosabban nem így van. Tehát, hogy ezt nem tudott kikerülni, de itt viszont meg ki tudott. Tehát, ha elvileg, itt ez a lány nem volt ronda, de ha ronda lett volna, akkor is csinálnak belőle egy ilyet. Hát ez, és nem, igaz, ez nem igaz, tehát, hogy itt ez ugyanarról szól, hogy van egy olyan adottság, amiből, hogyha a világ legjobbja akar lenni, akkor ő azt gondolta, hogy neki még ezért ezt és ezt is meg kell tennie. Na jó, csak így már mi értelme van annak, ha valaki eleve szépnek születik? Tessék. Figyelj, nekem volt egy olyan, amikor én jelentkeztem a Színház és Filmészeti Főiskolára, ültünk ott a második fordulón egy lányjal, és elmesélte ez a lány nekem, hogy ő már itt volt tavaly, és akkor azt mondták neki, hogy nagyon széles az állkapcsa, és hogy ettől, hát bizonyos szerepektől el fog esni, nem tudnak olyan dolgokat adni neki, nagyon férfias, tehát hogy nem ilyen karaktert keresnek. És ez a lány, egy 18 éves lányról beszélünk, vagy 19, elment és megműtette magát, és visszajött, mert neki ez volt az álma, vágya, hogy ő színésznő legyen. Nem vették föl,
harmadrostás volt, mint én, tehát ment a levesbe. Nem tudom, mi lett a sorsa, de hogy ő, neki akkor ezt mondták, ő, és mondjuk 80 vagy 98-ról beszélünk, tehát hogy egy jó pár évvel ezelőtt volt, amikor még nyilván az orvostudomány nem tartott itt, mint most, de hogy ő neki ez fontos volt. De most érted, hogy mit akarok ezzel mondani? Alapvetően a dopping egyébként sportolóknál a mérhető dolgokat tudod dopinggal. Hogy neki ez egy álma, de hogy ez ugyanaz, mint a szupermodellsök, hogy álmaid megvalósításához járul hozzá. Igen. És mit világos, de ezek mind mérhető dolgok. De egy sportolónak az álma megvalósítása az nem feltétlenül jár hozzá a dopping, szerintem. Te sem úgy lettél ezüstérmes, olimpiai bajnok. Igen, de én nem egy olyan sportágban, hogy mérhető. Tehát, hogy itt nem az, hogy igen, hát másodpercen nem mérte. Igen, tehát, hogy a dopingot leginkább a mérhető dolgokkal tudod a legjobban befolyásolni. De hány olyan olimpikorunk van, aki nem használta ezt, és mégis eredményes? Persze. Biztos, hogy van. De egy szupermodell is van olyan, aki nem ütette meg magát. Között is van olyan, aki annak szület, hát olyan szépnek született. Régi szupermodellek, a színművészeti főiskolai rendező egyébként halál azán azt tudja mondani, hogy mi nem ilyen állkapcsú nőket keresünk, utána egy nő elrohan és megcsináltatja, mert színész akar lenni, ő ezt lazán mondta, hogy nem ilyen állkapcsúkat keresünk, de hogy ő is ezt 14 évesen csináltatta meg, én inkább engem ez a része érdekelne, hogy egyrészt ugye a szülők, hogy engedik, nem engedik, másrészt meg ugye most azt mondja, hogy megbánta, és hogy beleértem volna, vagy belenőttem volna az orromba, hogy nektek van olyan vonás, bármi, amit azt mondjátok, hogy a szüleitektől van, és azért lehet, hogy megváltoztatnám. Hát nem tudom, a természetünket lehet orvosolni. Én nem hibáztatnám a szüleimet, ez odattól van. De te miért, mint a felgetetnéz olyan vagy? Hagyjál már. Nem, itt megint csak mérhető dolgokat tudsz csak, kisebb legyen ez, nagyobb legyen az, följebb kerüljön, lejjebb kerüljön, stb. Igen. Tehát a mérhető dolgokat tudod leginkább befolyásolni. Az, hogy milyen vagy, vagy milyen természetű vagy, vagy azt milyen, is tudod befolyásolni. Hát mert leleplezed, de valójában a terápia, de attól függetlenül, hogy te is járhatnál terápiára. Én járok is, Sanyi, és én itt tartom. Milyen lennél akkor, ha nem járnál? Évek óta járok pszichológushoz, terápiára, és attól ilyen. Az előző blokkban azért nem járnál. Milyen kedves vagy. Amikor a kutyákat ott akartat, hogy ez már ennek köszönhető, hogy ugyan indulatosan beszéltem, de visszafogtam. Igen, pedig simán gyilkolna, azt mondta. De ahogy így néznek benneteket, lehet, hogy együtt kéne elmennetek terápiába. Lehet a bocsival, hiszen ott a neve. Ábel Anita és Bárdos is. És kutya. De nem, most komolyan, mindenki, lehet, hogy ezzel egyedül vagyok, hogy mindenkiben van olyan, mit változtatnál a hajadon kívül? Hát figyelj, nem tudom, én egyszer barátommal beszélgettem, és mondtam, hogy... hajadon. Ja, a haján kívül, igen, ezt egyébként meg tudod, mit változtatni? Én rajtad? Itt tartunk, igen. Nem. Bárdos is áll, hogy parancsol. Hozok egy filctorna. Figyelj, te szakértő vagy. Egy bajusszal milyen jól néz neki? Bajusszal. Nézd azt az undort az arcán. Nem, ugye, hogy egy bajusz. Még egy bajusz is. Keretet adna az arcának. Egy bajusszal. Ugye? Soha nem lehetne bajusz. Próbáljuk ki, rajzoljuk egyet. Biztos, hogy nem rajzoltok rám bajuszat. Elmegy a bocskor, és ilyen fölfekszem az üvegasztalra, és itt minden fölöttem üző. És ráírjuk a homlokára, hogy üssetek. Bocskor ezt, hogy bírja tényleg, de nem, hogy én azt... Vele nem merjük ezt megcsinálni. Nem vagytok ilyen bátrak. Férünk, hogy infarktus. De hogy én például egy barátommal beszélgettem, és mondtam neki, hogy hát figyelj, belenézek a tükörbe, és egyszer anyámat látom. És mondja, hogy de olyan hülye vagy, hát ez tök jó dolog, hogy belenéz a tükörbe, és akkor... Olyan hülye vagy ez az ablak. Anyu! És nem engedem be fél napja. Nem, csak mondtam, hogy én az anyámat látom a tükörben, és mondta, hogy ez milyen csodálatos dolog, mert hogy az ember édesanyja, és mondom, igen, de én az én anyámat látom. Jó. Te jársz terápiára? Abszolút. Nem oda, ahova Anita egyébként. De nincs semmi, amit megváltoztatnátok. Nekem ugye a testsúlyomban volt nagyon sok problémám gyerekkoromban, tehát az nekem azért egy elég hosszú idő volt, amíg azt valahogy megtanultam elfogadni. Nem véletlen lett nekem ez a szakmám valószínűleg, nem véletlenül érzékenyültem én ki erre a
témára, mert ez azért nekem egy nagy harcom volt a külvilággal, meg magammal. Hogy? De hát az, hogy éppen kövér vagyok, nem vagyok kövér, milyen a testem. Ugye ehhez jött még egy lányos karakter, azért is, hát oké, de azért nagyon sokat, aha, és azért azzal én nagyon sok bántást kaptam. Tehát azért de vannak kövér lányok segít... is, hát tök mindegy, nem? Tehát most aki ezt én nem is fogadja... ezt mondtam, meg. Egyébként én ezeket a dolgokat... Te egyébként azokat szereted? Látod, már az nem. De nem, egyébként nem tudom. Tehát, hogy nincsen, nem, ez nem, nincs jelentősége, aki karakteres. Az, de apukám, az... addig nincs jelentőség, vagy addig van jelentősége, amíg mondjuk gyerekként a bántást kapsz ezért, és fogalmad nincsen, hogy most téged miért tatnak olyan dolgokért, amiről vagy nem tehetsz, vagy tehetsz, tök mindegy. De látod, hogy miért állnak, megint csak értelme van annak, hogy akkor leküldöd őket a büfébe. Tehát, hogy nem sokkal egyszerűbb, nem bánt addig se. Mm. Nem van a büfébe, csinálja a dolgát, azt ennyi. De nem, ez egyébként... Neked kellett volna engem védjél. Fia, holnap mégis van időpont, mert mennél. Igen. Vinném a Sanyit. Igen. Sanyival ülök megint, igen. Hát három óra elég lesz, jó? Három óra elég lesz, néha a tatásban. Ez legyen hol. Jó, de ez, amiről a Márk beszél, egyébként tényleg gyerekek különösen kegyetlenek tudnak lenni. Tehát, hogy mondjuk... Gyerek oda megy hozzád, és azt mondja, hogy apa, én nem szeretnék ilyen tömpe orrot, mint a tiéd, hogy én megcsináltatnám. Akkor mit csinálnál mondjuk te ugye hasonló helyzetben, tehát szülőként? Hát röhögnék, és azt mondanám, pedig ilyen lesz. Ezzel nem tudunk változtatni. Majd sírva elmegy. Nem, fogadj sírva elmegy a gyerek. De Sanyi, tehát hogy a te gyerekeid még kicsik, de amikor a 13 éves lányod odáll, hogy neki mondjuk nem tetszik az óra, mert hát nekem is egy ilyen enyhén afroamerikai beütésű orrom van, mert Mike Tysonnak. Igen, nekem is széles orrom, és azt mondja, hogy ő ezzel nem elégedett, ő neki ez nem, hogy miért nem ilyen kis fitos, meg nem. És miért csúfolják, és miért... Nem csúfolják, hál' Isten, odáig nem mentünk, akkor bizony le kell ülni vele, először el kell gondolkoznod magadon, hogy mit hallhatott, ami ezt váltotta ki, és ezért nagyon veszélyes, amikor anyák vagy szülők azt mondják, hogy jaj, de kövér vagyok, megint le kell fogynom, úristen, de ronda vagyok, mert ez bárhogy nézzük, ez tükör a gyereknek. És akkor leültem és mondtam neki, hogy figyelj, mondom, elég fájdalmas egy ilyen műtét gyerekkorban. Nem is csinálnak ilyet, de hogy mondom, nézd meg, mondom, teljesen úgy nézel ki, mint én kicsinek. És hogy mondom, ez olyan jó. De és akkor sírta el magát először. Igen, de hogy akkor átmentünk egy ilyen, de hogy ilyen van. Szóval, hogy ezt mondják, rengeteg hatás éri őket, de ez nagyon fontos, hogy te mit közvetítesz, te. Tőled mit lát? Lát-e elégedetlenséget? Lát-e olyat, hogy igen, ezek a mondatok, aminek mi nem tulajdonunk érzéseket, hogy azt mondjuk, hogy úristen, mekkora a seggem, ez ott van, beég. Mert ezt sose felejtsük el, hogy egy gyerek az anyját a világ legszebb nőjének látja. Mindegy, hogy néz ki, vagy mi, hogy lát. De bocsánat is, ráadásul ez most, Anita, egy már nagyon kulturált nézőpont, amit te mondasz, amikor te a saját magad elégedetlenségét vetíted hát át a gyerekre. De, hát oké, biztos, de amikor a belőlem. Szülő nyomja rá a gyerekre egyáltalán azt, hogy ja, neked hát mit kell teljesíteni, mennyire vagy jó, mennyire nem vagy jó, mit kéne még jobban csinálni, akármit csinálsz, mit lehetne még többet csinálni, tehát azért nagyon sok ilyen szülő van. Hát igen, én próbálok nem ilyen lenni. Persze. Nyilván azért, amit nagyon te is elmondtad, engem rengeteget bántottak gyerekkoromban, ugyanígy a súlyom miatt, hát ezt végignézte az ország, én azért nem fejlődtem topmodellé, tehát hogy aztán... Most nem kell szerénykedni, de, Tanita. De nem, hát egy duci kislány voltam. Ez, de ez hogy voltál? Jaj, Sanyi, de az voltam. De még néztem azt a sorozatot. Jó, hát dumás. Ez más, hogy a te beteg fantáziát. Mit váltott? Milyen érdekel? De ez olyan hülyeség, azért, mert te gondolsz valamit magadon, de nem, mi tök de másnak így láttunk. Volt, mindegy, de hogy én bántásra ugyanígy, tehát hogy én örök, csak én nagyon sokáig volt. Küzdöttem ezzel a súlyproblémával, de ezt az ember elengedi. És én most már azt mondom, hogy én semmit nem változtatnék meg magamon. Tehát, hogy bravo! Nem. Igen. Ez tök na, nagy dolog. Kell járni pszichológusra. Nem kell, mert én már magamtól ilyen vagyok. Hát mert akkora az egód, mint hát az átérő. Hát kell ehhez. Tehát, hogy pont ez a lényege, nem kell, ilyenekre nincsen szükség ti szerintem. Ti is eljutottatok már oda, ahova Anita, hogy azt mondja, hogy én pont így vagyok jó, a teljes elfogadás. Egyébként most én láttam, ilyen világhírű színésznők is az Instagramon ilyen videóban erről beszélnek, hogy tartanak-e ott, vagy nem mindenki,
hogy ti eljutottatok oda, hogy belenéztek a tükörbe, álltok mesztelenül, nem tudom, előszobában, nekünk ott van a tükör, én ott képzelem el. Én akkor tudom, mit szoktam mondani? Állok mesztelen, direkt álltam föl gyorsan, hogy ne lehessen utánam igazítani. Na de várjál, Laci, azért, tehát, hogy szerintem elfogadni egy ember soha nem fogja teljesen önmagát. Igen. Tehát, hogy komolyan? Amíg él, és tehát, hogy soha nem fogja. Bizonyos dolgokat elenged. Tehát, hogy igen, azt mondja, hogy az az energia, sose amit én... Sose lesz vékony hosszú lábam, mert nem olyan alkat vagyok. Azt tehát kénye nem vagyok elfogadni. Maradjál már! Hát, te neked nem tényleg lesz. Az, hogy nem lesz hosszú, és vékony lábam. És kinek van, ha nem neked? Anita, nekem már itt se érne a lábam, szerintem. De most komolyan, te milyennek látod magad? Hát nincs vékony hosszú lábam. Akkor milyen van? Jó, mindegy, ez teljesen mindegy. Az a Sanyi világában neked az jó, van? A te világodban igen, az én világomban szerintem nem. Szerintem mindenki ebben a világban él. Hát aki látja, az látja. Igen. Ez vékony és hosszú. Tényleg hozzatok meg egy centit, meg egy tolóméret. De most komolyan. Tehát, hogy sosem leszek gazella alkat, akkor ezt mondom. Ha, akkor nem milyen vagyok, egy nem... gazella? Láttál már te tévéműsorban ilyesmit? Hát, mindegy, ezt én elengedtem, mert tudom, hogy nem, tehát 171 centi olyan vagyok, nem leszek 108. Nem leszek 108. Te is nőhetsz még, Anita. Te 180. Ott adok egy csont kovácsot a pszichológus mellé. Igen, még egyébként egy társasági beszélgetésben az szokott nagyon jó lenni, amikor egy ilyen magas, vékony nő hosszú lábakkal elkezdi mondani, hogy gyerekek, én ezt már elengedtem, hogy jól nézzek ki. És akkor... Jó, de figyelj, most ha itt bugyiba beszélgetnénk, akkor értenétek, hogy miről beszélek. Hát akkor beszélek. Én nem ülnék ide a Lacival. Velem helyet sem jöhetnél. Szóval nincs ilyen, hogy teljesen engedés. Szerintem elfogadás van, vagy azt mondani, hogy ezt az energiát nem erre fogom fordítani. Nyilván, amikor az ember szülő lesz, akkor egy teljesen más szemszögből kezdi ezt az egészet nézni. Szóval az nincs. Na mondjuk nincs. Az igaz. Én ha belenézek a tükörbe, én egyből nekem az jut eszembe, belenézek a tükörbe, ó anyám, miért szültél Herkulest? Ennyi. És ez jó vagy rossz? Ez jó. Ez jó. Ez jó. Semmit nem kell változtatni. És anyádnak, jó vagy? Ez jó, amikor bemész hozzá, és az a miért szültem el? Egyébként az első edzőtáboromból hazajöttem, és anyám ostoba módon megkérdezte tőlem. Miért ostoba kisfiam, módon? Mert, ne beszélj anyukára. Nem róla beszélt ki, csak a helyzet volt az, amit igen, ő teremtett. Na, akkor így fogalmazzál, kultúráltad. Álltam az ágyon, és anyám megkérdezte, kisfiam, mit tanultál az edzőtáborban? Na gyerek, az elebb egy kicsit, és csípődobással búm rá az ágyon. Soha többet nem kérdezett. Soha többet nem érdeklődt a tanulmányaidról. Soha többet nem kérdezte, hogy nyugtanul. Anyukádat kérdezd meg, hogy jár-e valahova. És lehet, hogy csodálkozni. Nem rájött. Hát ezek után reumatológ. Nem kérdés, hogy miért szültem Herkules. Pontosan tudja, hogy az szült. Na, játszunk egy kicsit a végén. Itt most jól nézzétek meg egymást. Mindenkit jól nézzen meg. Hát ahogy azt lehet érteni, szemekkel. És csináljunk már egy ilyen kis piacolást, ilyen kis barterezést, hogy valamelyikötök van-e, amit a másikról levenne, hogy az az övé legyen, és cserébe adna valamilyen testvért. Hát én a házrászt mondjuk. Nem? Szeretném a Sanyi fülét? Például, hogy milyen menő lennél? Azért, azt gondol, de az megint hány keresés. Nézd már, hosszú lábú nőt a karfiol füllel. Nem. De ez belső tulajdonság is lehet? Nem, tehát most külsőről, Bella Hadidról és a külsőről beszélünk. Van-e a másiknak a külsőjén olyan, amit esetleg... A másiknak van olyan, amit én elvennék. És szerintem adná is. A magasságodat azt ide adhatnád. Tényleg? Hát figyelj, én 175, te mennyi vagy? 186. Cseréljünk. Én nekem elég a fele. Cseréljünk, én bemérek nehéz súlyba, agyonverem a világot. Te meg leszel egy jó képű kis izé, na? Mizé? Haragis! Na jó, szerintem ezt itt fejezzük be. Köszönöm szépen vendégeimnek, Ábel Anitának, Tornoszki Anitának, Kárdosi Sanyinak és Lakatos Márknak, hogy itt voltak. Köszönöm szépen! Nagyon jó volt veletek!
Köszönöm szépen, egy hét múlva nem lesz hashtag bocskor, nem azért, mert most én voltam és a műsornak reszeltek, hanem választások lesznek itt az ATV-n, utána való héten pedig meggyógyulva érkezik Bocskor Gábor a hashtag bocskorban. Köszönöm szépen, jó éjszakát!